Bükk közterület támogató alosztálynak vagyunk edzésén, tréningjén éppen, és a vezetőjükkel fogunk beszélgetni, miután végignéztünk pár feladatot. Mit kell tudnunk egyáltalán erről az alosztályról? Azon kívül, hogy nagyon kemények a srácok. Na, köszi. Ez az alosztály a megyei főkapitányság keretén belül működik. Gyakorlatilag országosan 14 ilyen csoport van, 14 megyébe. Tehát alapvetően, mint a nevében benne van, közterületi támogató alosztály, tehát a rendészeti igazgató alatt működik. Egyrészt a közterületi, tehát a rendészeti állománynak a feladatait segítjük, másrészt pedig a bűnügyi, tehát a nyomozó állománynak feladatait segítjük. Olyan elfogásokat, tehát ilyen nagyobb kockázatú elfogásokat hajtunk végre, ahol esetleg tehát kábítószer, vagy új pszichoaktív anyag, vagy erőszakos bűncselekmény elkövetőit kell elfogni. Tehát ezeknél az eseteknél hívnak bennünket. Kicsit képzettebbek vagyunk, mint az a rendőri állomány, akit ugye az utcán találkozik a lakosság. Jobbak a felszereléseink, nyilván összeszokottabb a brigád, és hát gyakorlatilag mind annak a hozadéka, hogy ezeket az elfogásokat ugye eredményesebben tudjuk végrehajtani. És honnan jönnek a srácok hozzátok? Tehát ugye a rendőrség kötelékéből egyszer csak valaki szintet lép és az alosztályhoz kerül? Így van, tehát az iskola elvégzését követően egy két éves úgynevezett utcai gyakorlat, tehát két éves szolgálati gyakorlat kell hozzá, és két év után lehet hozzánk jelentkezni. Mennyire megterhelő ez a munka fizikailag nyilvánvalóan, tehát az látszik, hogy jó kondiban vannak a srácok, de például lelkileg, tehát azért találkoztok ti durva dolgokkal. Hát így van, tehát pszichésen is megterhelő, úgyhogy gyakorlatilag ez egymás ott a párosul, a fizikai még a pszichikai megterhelés. Nyilván aki jobban bírja a fizikai megterhelést, az valószínűleg pszichésen is jobban fogja bírni. Nyilván erre vannak ugye különböző gyakorlatok, azért csináljuk ezeket a tréningeket, ezeket a képzéseket, hogy éles végrehajtásnál már könnyebben veszi az ember az akadályokat, tehát gyakorlatilag már pszichésen hozzá van szokva ez a terheléshez. Bizonyítottak a közelmúltban, a hétköznapokon túlmenően is a srácok, ugye volt egy verseny, ami nagyon jól szerepeltek. Ez a támogató alosztályoknak már most azt lehet mondani, hogy egy ilyen hagyomány, negyedik verseny volt az éven. Összetettben negyedik helyezést ért el a csapat, illetve volt egy külön feladat, egy személyvédelmi feladat, egy külön díjas, ott pedig elsők lettünk, tehát az első helyet elhoztuk, úgyhogy tényleg nagyon ügyesek voltak. Mind a mellett, hogy gyakorlatilag ezzel az állománnyal, ezzel a létszámmal a naponta jelentkező szolgálati feladatokat is végre kellett hajtani. Vannak hétköznapi feladataitok is, nem csak ilyen extrém helyzetben hívnak, hogy akkor most kéne jönni srácok segíteni? Ha nincs ilyen speciális feladat, akkor mi is kint vagyunk a közterületen, tehát a közterületi állományt is segítjük. Körözött személyek elfogásánál ilyen mérkőzés biztosítási feladatokban is részt veszünk. Hát így van, tehát vannak úgynevezett ilyen hétköznapi feladatok is. Van nektek életetek emellett? Mert hogy ez egy ilyen állandó készenlét. Ki mást hívnának, ha nem titeket az ilyen extrém helyzetekben? Hát van életünk, hát sokunknak ez az élete egyébként, tehát ezt én úgy gondolom, hogy megfelelő hivatástudat nélkül nem lehet csinálni. Kell nagyon a család támogatása, tehát az otthoniaknak a támogatása, hogy tényleg elviseljék azt, hogy hajnali 3-kor csörög a telefon, hogy gyere már be, vagy hétvégén, amikor esetleg a családdal programot terveznek, hogy be kell jönni. Tehát én úgy gondolom, hogy család nélkül ezt nem lehet, de szívvel lélekkel csinálja mindenki, és hát ez a legfontosabb. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, illetve kövess Facebook és Instagram oldalunkat.